A saját területemen is, amit ahol élek, ott is kibéleltünk úgy egy tárolót, hogy mellette 3 méterre lefúlva semmilyen szennyezést nem találtunk a földbe, de ennek ellenére rá kellett költeni 50 milliót, mert ez volt az Európai Uniós előírás. Abból például annak a sertéstelepnek a teljes takarmányozási technológiát ki lehetett volna cserélni, és mondjuk a mostani 3 kiló helyett 2 kiló abrakkal, ami szintén energia, csak jelzem mindenkinek, lehetett volna működni, de megcsináltuk, hogy ne kerüljenek ezek a dolgok bezárásra. Na most itt óriási a felelősségünk, azt én is tudom, hiszen azért itt nem szabad megállni. De a következő 10 év még nem a második generációról, hanem az első generációról fog szólni, és ha nem itt fogjuk megcsinálni ezt a tevékenységét, és mondjuk a 6-700 tonna etanol, meg a mondjuk 200-200, maximum 200 tonna biodízel nem állítjuk Magyarországon elő, azt más fogja majd előállítani, és a mi termelőink megint olyan helyzetbe fognak kerülni, amiben általában kerülnek, hogy lényegesen rosszabb pozícióba kényszerülnek, mikor áralkuról van szó és eladásról. Én azt kérem mindenkit, hogy ezeket is vegye figyelembe akkor, mikor egy ilyen jogszabálynak az elfogadásánál dönt. Most ahhoz, hogy ebben van, nincsen hozzá ilyen számítás, meg olyan számítás, adok én mindenkinek 1 millió irodalmat erről, kiszámolhatja magának, hogy ez mit akar, de abban 2 egyforma nincsen, hiszen ez egy olyan ügy, ami nem olyan, nem 200 éves, mint a foszilis energiahordozó. Köszönöm szépen a figyelmüket. Köszönöm szépen, képviselő úr. 2 perces felszállása, megadom a szót Szabó Rebeka képviselőasszonynak. Ön a szót. Elnézést. Szóval néhány apróságra szeretnék reagálni, amit Gőgöly Zoltán elmondott. Én tényleg csak azt szeretném, hogyha ha úgy érvelnénk tényleg ilyen fontos témában, hogy hát szóval nem használnánk ilyen demagóg érveket, hogy az itt jelenlévők most költözzenek le falura, és mutassák meg, hogy hogyan gondolják máshogy a magyar mezőgazdaságot. Én nem tudom, hogy amikor mondjuk az egészségügyi törvényről vitázunk, akkor majd azt fogja javasolni, hogy operáljunk meg néhány beteget, és nézzük meg, hogy ez hogyan működik. Én azt gondolom, hogy természetesen kellenek a helyi terepi gazdálkodási tapasztalatok, de én azt gondolom, hogy vagyunk olyan felelősségteljesek, hogy ilyen emberekkel konzultálunk, ilyen tanulmányokat olvasunk, lemegyünk a helyszínre, megvizsgáljuk. Nem lehet mindenki egyben mezőgazdász, aki részt vesz ebben a vitában. Én azt gondolom, hogy ez nem egy reális elvárás. És még egy apró kis megjegyzés, hogy én nem tudom, hogy ön az előbb említette, hogy ugye még a vetésforgó az tulajdonképpen teljesíti az ökológiai szempontokat. Én azért szeretném felhívni a figyelmét, hogy egy olyan párt, ami az elmúlt kampányok során többször kampányolt azzal, hogy a fenntarthatóságot előtérbe helyezi, és a mi zöld plakátjainkat is alkalmazták, hogy azért van itt egy jelentős különbség abban, hogy mi mit gondolunk ökológiai gazdálkodási szempontokról, illetve a fenntarthatóságról. Köszönöm. Köszönöm szépen. 2 perces felszólalásra megadom a szót Gőgő Zoltán képviselő úrnak. Önné a szót. Tudom, hogy rengeteg napirendben van még hátra, és nem is fogom gerjeszteni tovább ezt a vitát, de ebből én megint arra következtettem, hogy csak a parasztók fették a földet. Tehát én nem tudok más mondani. Én azt mondtam, hogy kialakult Magyarország termelési viszonyainak és adottságainak megfelelő normális vetésforgó, ami a szántó területekre igaz. És soha nem lennék annak híve, hogy őrzsgyepeket, réteket, egyebeket szántsunk fel azért, hogy ott mondjuk ilyen típusú termelés következzen be. Nincs is erről szó, főleg azért, mert most már olyan programokat lehetett, hál' Istennek, akár Natura 2000-ben, akár AKG-ben elindítani, hogy komoly támogatást adnak az ilyen típusú extenzívebb termelésnek is. Na de azt viszont ne várja senki, hogy elfüvesítsük a 30 aranykoronás földeket és szürke marra csorda legelőszer rajta, mert ettől nem lesz vidéken megélhetés, ezt higgyék el nekem. Vidéken a mezőgazdaság az egyik legfontosabb szereplő. Hogyha ezt beterelem egy ilyen típusú, azt mondom, tisztán ökológiai rendszerbe, amire szerintem semmi szükség, mert azért állunk, azért vannak szép nemzeti parkjaink, mert az elődeink ezeket megcsinálták, és hát az a bajom sokszor, hogy a mostani kezelők meg nem azt csinálják, amit kellene, pont időnként pont ökológiai okokra hivatkoznak, de ez egy hosszú vita témája, én ezt nem szeretném most lefolytatni. Amit én meg ajánlottam, persze, hát könnyű azt mondani, meg papírból eldönteni, hogy igen, az lenne az ideális, hogyha minden háznál lenne 3 tehén, 30 disznó, az megenni a környezetében megtermelt takarmányt, csak erre nincsen jelentkező. Én azért ajánlottam, hogyha valaki ezt be tudja bizonyítani, hogy ez jobb annál, mint amit most
amit most csinálunk, akkor ezt szívesen látom, de én ilyen jelentkezőkkel nem nagyon találkozok, de hát azért a fővárosból üzengetők kell azért elég sokkal. Na most ezt, én szerintem ezeket a vitákat termelői környezetbe kellene lefolytatnunk, és sok mindent szerintem önök is máshogy látnának. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Most megadom a szót Fó Nagy János államtitkár úrnak. Öné a szó, államtitkár úr. Köszönöm a szót, elnök úr. Bevallom, nem tudom, hogy van-e még képviselőtársam, aki jelentkezik. Igen. Csak a nem a zárszó, hanem a rövid összefoglalásaként. Egyik a vita terjedelme és hevessége mutatja azt, és ezt köszönöm, hogy képviselőtársaim átlátták ennek a témának a részben a rendkívül fontosságát, részben az összetettségét, és ez nagyon remélem, hogy a parlamenti vita részletes végrehajtása során is érvényesülni fog. Azt azonban mindenképpen szeretném megjegyezni, hogy a tervezet az kizárólag az EU követelményeknek a magyar normarendszerbe történő átutalását, áttelepítését szolgálja. Tehát mindaz a probléma, amit itt sok oldalról felvetettek, amelyek valósak, amelyiknek nem egyike évtizedre, hanem régebbre nyúlik vissza, és amelynek felvetése és megoldása a jelennek és a közeljövőnek a nagyon égető problémái, az bizony többek között erre a képviselői körre vár, erre a országgyűlésre vár. Tehát nem ezeket a feladatoknak a kicsinyítését kívánom itt szorgalmazni, pusztán azt, hogy a jelenlegi törvénytervezet nem ezeknek a megoldását, hanem egy adott uniós normarendszernek, az egyébként valamelyik képviselőtársam helyesen mondta, december 5-éig történő megvalósítását célozza, praktikus okokból, hogy 2011. január 1-je után is nyitva maradjon a magyar gazdaság, a magyar társadalom számára az ebből adódó lehetőségek. Úgyhogy én kérem képviselőtársaimat, hogy a vita majd a tervezet elfogadása során ezt a praktikumot is vegyék figyelembe, és kérem, hogy a módosító javaslatokkal segítsék ennek a korlátozott célú törvénynek a minél jobb szövegezéssel történő elfogadását. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, államtitkár úr. Tisztelt országgyűlés, tájékoztatásul bejelentem, hogy egy 2 perces és 2 normál időkeretben bejelentett felszólalás van még hátra a napirend keretében. Most megadom a szót 2 perces felszólalása Jávor Benedek képviselő úrnak. Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt képviselőtársaim. Csak Gőgő Zoltán képviselőtársam felszólalására szeretnék röviden reagálni, aki mondta, hogy hát itt kialakult egy termékszerkezet, ami egy kicsit úgy tűnt a szavaiból, hogy ez a magyar klimatikus és talajviszonyokból fakadóan megváltoztathatatlan termékszerkezet, és hogy nem a termelőtől kell védeni a földet, meg nem az erdésztől az erdőt. Ezzel kapcsolatban én csak azt a megjegyzést szeretném tenni, hogy azért itt két szempontot ne tévesszünk szem elől. Egyrészt az a termékszerkezet, akár a mezőgazdaságban, ami itt kialakult, az nem pusztán a magyar termőföld adottságaiból származik, hanem többek között abból a támogatási rendszerből, ami sokszor teljesen független, vagy éppen ellentétes a magyar klimatikus és talajviszonyok adottságaival. Tehát itt a termékszerkezet jelenlegi állapota az nem feltétlenül egy mindent legyőző érve azzal kapcsolatban, hogy ennek így is kell maradnia, mert ezt részben egy sok tekintetben kritizálható támogatási struktúra alakította ki. Tehát, hogyha átalakítjuk a támogatási struktúrát olyan érvek mentén, amelyek védhetőek akár a vidéken élők szempontjából, akár fenntarthatósági szempontból, akkor nem fogunk semmi hát borzasztót elkövetni, hanem csak újabb és újabb felismerések mentén javítgatjuk azt a rendszert, ami működik többek között a vidékfejlesztésben vagy az agrártámogatásokban. A másik pedig, hogy a termelőtől a földet, az erdésztől az erdőt, természetesen mi nem azt gondoljuk, hogy őket el kell vonni a földtől vagy az erdőtől, vagy el kell tiltani tőle, de azt látni kell, hogy egyszerűen változik a mezőgazdálkodásnak, az erdőgazdálkodásnak is a környezete. Olyan új felismerések születtek az elmúlt 10 évben, például a klímaváltozással kapcsolatban, amelyek bizony radikálisan átalakítják azt a társadalmi elvárás rendszert,
ami a vidéket, a mezőgazdaságot és az erdészetet is éri, és ezeknek az új szempontoknak a beépítése akár kívülről is megtörténhet az agrárigazgatásba, az erdészeti szabályozásba, és adott esetben ez bizony a termelőknek vagy az erdészeknek is egyfajta szemléletváltást kell, hogy magával hozzon. Köszönöm szépen! Köszönöm, képviselő úr, tisztelt országgyűlés, most visszatérünk a normál időkeretben történő felszólalásokhoz. Megadom a szót Bödes Barna képviselőnek, Jobbik képviselőcsoportjából, 15 perces időkeretben öné a szót. Köszönöm szépen a szót, elnök úr, tisztelt államtitkár úr, tisztelt képviselőtársaim. Igyekszem nem megismételni azokat a gondolatokat, amiket eddigi felszólalók megfogalmaztak. Engedjék meg, hogy elmondjam, hogy mi is látjuk azt, hogy a kormányzat, illetve a kormányzó párt végül is egy kényszerpályán mozog ennek a törvénynek a beterjesztésével és elfogadásával. Ugyanakkor a lokális gazdaságért elkötelezett EU-szkeptikus pártként mindenképpen meg kell fogalmazzuk azokat a gondolatainkat, ami az ebből a helyzetből való kitörést jelenti a jövőben. Ennek megfelelően egyébként a Fenntartható Fejlődés Bizottságában két jobbikos képviselő van, az általános vitára való alkalmasságot támogattuk is, és ott nem fogalmaztunk meg kisebbségi véleményt, viszont itt az általános vitában engedjék meg, hogy elmondjuk azokat az aggályainkat, ami azért mégiscsak fölmerült. Először nagyon fontosnak tartom annak a bemutatását, hogy itt lényegében egy olyan rendszert hozott létre a világ, az Európai Unió, és kötelezett ránk, ami egy eléggé, mondjuk úgy, hogy életidegen és a közgazdaságtan alapvető szabályaitól távol álló dolog, hiszen ugye, ahogy itt már elhangzott, hogy 300 eurót fizetünk ki egy olyan megtakarításért a széndioxid kibocsátásban, aminek aztán a kvóta eladásból származó hozama legfeljebb 12 eurót tesz ki tonnánként. Tehát a valóságban Európa egy olyan, és a világ egy olyan rendszert kezd el itt üzemeltetni, amelyik végül is a közpénzek felhasználásával egymás terhére próbálja a hozamokat realizálni, és a klimatikus hatás az pedig hát meglehetősen szerény, ami nyilvánvalóan ezen termékek kihozatalából is ered, és hát nyilván senki nem használná őket, hogyha nem lenne egy ilyen rendszer. Tehát itt belátjuk azt, hogy Magyarországnak érdeke, hogy exportálhasson ilyen termékeket, de azt is látni kell, hogy ezzel mondjuk a nálunk gazdagabb adófizetőket csapoljuk meg, és azon országok költségvetését, és hát ne legyünk mi a kárvallottai, ezért történik ez. De nem biztos, hogy ez ökológiai szempontból annyira nagyszerű. Mert ha globálisan nézzük ezt a rendszert, és nem a hazai torz mezőgazdasági szerkezetből adódó túltermelés levezetésének aspektusából, akkor látni kell, hogy ez egy klímavédelemre nem túlságosan hatékony, de a bioszférára nézve pedig egy kifejezetten káros megoldás, hiszen olyan országokban, ahol mondjuk nem tiltják jogszabályok a termőterületek kiterjesztését, és nem veszik figyelembe ezen termőterületek vagy ökológiai területek értékeit, ott egyszerűen letarolják az erdőket azért, hogy mondjuk pálmaolajat termesszenek rajta, miáltal a klímavédelmi hatás gyakorlatilag 100 évekre eliminálódik, hiszen az a faanyag, amit onnan letermeltek, az olyan mértékű kibocsátást okoz, és olyan szinten teszi tönkre az ökoszisztémát, hogy az utána hozott eredmény ezt évtizedek alatt sem tudja visszapótolni. Ezen a helyen szeretném megkérdezni államtitkár úrtól, hogy Magyarország mit tud tenni,